Csak a Diós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr. Köszöntöm Önöket, Martin Emil vagyok. Ez a Csillagpont Rádió a 103 MHz-en, benne pedig a Csak a Diós Győr című műsorunkat hallják, amely a Csillagpont Rádió TVTK magazinja, és minden alkalommal 20 percben reggel 7, délelőtt 11 és délután 17 órai kezdettel jelentkezik hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal a TVTK házatájáról. Az előttünk álló adásban két fő témánk lesz, egy világbajnoki ezüstérem előzményeit, annak megszerzését és a tovább vezető utat foglaljuk keretbe ma Spét Norberttel, aki többek között a DVTK támogatásával a mexikói Muay Thai VB-n ért el második helyezést. Hogy hogyan, azt hamarosan hallhatják majd a 23 éves fiatalember élménybeszámolójából itt a Csillagpont Rádióban. Aztán asztali tenisszel megyünk tovább, hiszen a célkitűzéseket mindhárom csapat esetében teljesítette a DVTK asztali tenisz szakosztálya. Csont nélkül maradtak bent az extra ligában, a négy legjobb csapat mögött az ötödik lett a piros-fehér alakulat, de az NB1 és NB2-es együttesek is hozták az elvártakat, sőt, mint azt majd András Miklós szakosztály elnöktől hallani is fogják, többet is. Ez a mai kínálat, ha tehetik, akkor tartsanak velem, nekem nem is maradt más hátra, mint hogy nagyon kellemes rádiózást kívánjak mindenkinek. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! A szirma besenyői Spét Norbert a magyar Muay Thai eddigi legnagyobb sikerét érte el a mexikói világbajnokságon. A Vita Gym fiatal versenyzőjét a DVTK is támogatja, így természetesen itt a Csak a Diós Győr műsorában is megszólal majd az ifjú VB ezüstérmes Spét Norbert, aki 23 éves és 67 kg-ban az elit kategória döntőjében a világbajnoki, Európa-bajnoki címvédő és többszörös profi világbajnok fehér orosz Dimitri Varecsel csapott össze. A magyar versenyző végig méltó ellenfele volt egyébként a sportágában világsztárnak számító Varacsnak, és sokáig úgy tűnt, akár meg is lepheti a magyar fiú, de végül 30-27-re kikapott. Ebben a kategóriában magyar versenyző egyébként még nem jutott ilyen magasra. Következzék tehát most a DVTK által is támogatott Spét Norberttel készített beszélgetésünk itt a Csillagpont Rádióban a 103 MHz-en a DVTK magazinjában. A vonal túlsó végén köszöntöm Spét Norbertet, aki tehát világbajnoki ezüstérmet szerzett Mexikóban. Milyen színvonalú volt ez a világbajnokság? Kik vettek rajta részt? Az elit kategóriában lévő versenyzőknek a nagy része a profi vonalban is az E kategóriát képviseli. Ez a srác, akivel döntőztem, a Dimitri Velec, ő a például Top King World Series-nek is a világbajnoki profi világbajnok, ami egy nagyon nívós Muay Thai profi liga. A legjobb négy közé jutásért egy török ellenfeled volt, akit már az első menetben technikai KO-val legyőztél. Technikai KO volt, viszont úgymond nem az én érdemem, rádolgoztam arra, amire érdemes volt. Tudtuk, hogy a jobbkezes az ellenfelem, szóval a erősebb oldal a jobb kéz, jobb láb, és gyanús volt, hogy megállt az első menetben bal kézre. Előtte egyszer sem unyózott bal kézre, ezért gondoltam, hogy a hátsó oldalában van gond. Majd rúgtam egyet, és ki is jött a sérülés, rúgott egy lufit, volt egy lábelvételem, és akkor megsérült a combjánál valami szalag. Nem tudom pontosan, hogy mi, de tehát nem az volt, hogy én lerúgtam fejen, vagy felnyitottam egy könyökütéssel, vagy ilyesmi, szóval, de TKO igen, az lett a vége. No, hát akkor ez nem tartott sokáig, ez a török elleni mérkőzés, de ennek is megvolt ugye az előnye, gondolom így pihentebben tudtál a következő feladatokra koncentrálni. A döntőbe így nagyon-nagyon profi volt bekerülni, meg előtte lévő két meccsen azért megdolgoztak, én is megdolgoztam őket, azért nagyon jól jött ez a két nap pihenő nekem a döntő előtt. Minden nagyon profin kijött, szerencsére nem is vagyok túl sérülékeny, legalábbis nem mondanám annak magam.
kint, nagyon profin tudtak nekem segíteni, voltak kint az USA team-mel fizioterapeuták, három orvosuk volt, és az egyik egy közös ismerősünk által tudott nekem is segíteni, így bármikor felkerestem őket, akkor tudtam menni délelőtt, délután, meccs előtt, meccs után, aztán ott ők rendbe raktak engem. Elérkeztünk a döntőhöz, ami már önmagában is ugye egy VB-n nagyon nagy dolog, ráadásul, ahogyan említetted az elején is, egy neves ellenféllel szemben kerültél végül is a szorítók közé. Nem is a döntőnek a súlyával volt nehéz megbirkózni, hanem az ellenféllel. Ez az említett versenyző már 4 éve regnáló bajnoka ennek az IFFAN szervezetnek a világbajnokságain. Így akik ott voltak a súlyomban, ebben a kategóriában, ezeket a fiúkat már mind elverte 2-3-szor, és én először találkoztam vele. Ráadásul az első A-kategóriás világbajnokságon, így ez helyezett egy kicsit nagyobb nyomásra. Szoros csatában maradtál alul, alaposan megizdasztottad az ellenfeledet a fináléban, ahogyan azt a felvezetésben is elmondtuk, mindösszesen 3 ponttal kaptál ki. Nem mindegy, hogy alakul ki, de az a lényeg, hogy mi a végeredmény. De hogyha győztem volna, és akkor beszélnénk, hogy mit, meg hogy, érted? Itt most megpróbáltam nyilván mindent, de nem működött, mert vesztettem. Én ennek az ezüstnek örülök, elfogadtam, hogy itt vesztettem, mert jobb volt, de meg tudom, hogy nagyon jól teljesítettem, de kevés volt ahhoz, hogy győzzek. Szóval igen, egy szép vereség volt, sokat lehet belőle tanulni. Nyilván vereség és vereség közt is van különbség, nem lettem leütve, nem kötött most itt a fejemre. Nem alázott meg, úgymond, de kevés volt sajnos, nem volt elég. Mit tanultál meg ezen a mexikói világbajnokságon? Milyen következtetéseket tudsz levonni a jövőre nézve? Nagyon érzékelhető azt talán, hogy nincsen egy a testvédő, könnyebb így mozogni, és a meccsrutin véget, mivel itt nagyobb meccsszámmal rendelkeznek ezek a versenyzők, talán kicsit letisztultabb a bunyójuk, nem verekednek annyira idézőjelbe, racionális, amit csinálnak, így még jobban eladhatók olyan cselek is, amihez kell egy partner, hogy ő felfogja, hogy teszem azt, ijesztek egyet kézzel, hogyha egy laikusnak, vagy egy olyannak ijesztek, aki nem tud rá reagálni sok formában, akkor hülyeség ijesztenem. De hogyha olyannak, aki keresztbe tudja ütni, le tudja kanalazni, ezt tud csinálni, azt csinálva, annak tudok ijeszteni, hogy más csináljak, vagy még tovább vinni. Ezért sok játék, szerintem. Megvan tehát az ezüst, megnyerted, ahogyan azt helyesen fogalmaztad meg. Hogyan tovább, milyen terveid vannak, a neved esetleg bekerült-e egy olyan kalapba, amelyben jó benne lenni? Azóta kaptam egy profi szerződést a WMC-től. Legalábbis van a WMC, ez a WMC World Muay Thai Council. Ez egy nagyon nívós szervezet, ugyanúgy, ahogy az IFMA. Mondhatni, hogy az IFMA-nak a profi szervezete. Ez nem hivatalos, de végül is. Nagyon sok versenyzőt válogatnak ezekre a WMC profi versenyekre az IFMA-ból, mert nagyon borzasztó erős a keret. És miután elvertem a Szergej Kujabát, ugye ő 17-ben a World Games győztes volt, ez egy akkora skalp volt, hogy kell csinálnom majd egy ilyen kis anyagot magamról, hogy kiküldjem, de mondták, hogy abszolút szeretnének mozgósítani. Ugorjunk még vissza az elejére ennek az ezüstéremnek. Nem beszéltünk még arról, hogy hogyan sikerült felkészülnöd testben és hát ebben a sportágban nem elhanyagolható módon lélekben is erre a VB-re, és ennél a résznél kapcsolódik a DVTK is hozzád. Teljesen profi körülmények közt tudtam készülni. Eddig eléggé elmaradott volt felkészülésemben a rehabilitáció része, és az összes ilyen témának a kihasználása, de volt a klubunknak, leülhettünk a DVTK vezetőségével egy ilyen meetingre, ahol elmondták, hogy hajlanak arra, hogy segítsék a klubunkat, és első lépcsőben használhattam a masszázs, mindenféle ilyen rehabilitációs dolgot bent az akadémián. A szövetség ezt azzal köszönte meg a klubnak, hogy felkerültek a pólóra, a válogatott pólóra, mi pedig az éremmel. A következő állomás az Európa-bajnokság lesz, amely szinte itt is van már a nyakadon. Ott nem titkolt szándékot, hogyha én jól tudom, akkor az aranyérem begyűjtése. Milyen esélyeid vannak erre, kik lesznek ott az ellenfeleid? Én véleményem szerint csak a tájok, akik erősek. Erősebbek, mint a másik top pár ország, mert az a másik top pár ország viszont európai. Tehát Ukrajna, Fehér Oroszország, Oroszország, Kazasztán,
ezek a volt orosz tagállambeli országok, ezek nagyon erősek. Ugye most egy belorusz fiúval döntőztem, valószínű, hogy ő is ott lesz az EB-n, aztán nézzünk egy visszavágót. Itt fixen kevesebb meccs lesz, szerintem maximum 3 a döntőig, döntővel együtt. Így igen, egy aranyat nagyon illene a VB ezüst után. Igazából 4 éve Malajziában voltam a VB-n, ott ezüstérmes lettem, és ugyanazon az éven ugyanúgy az IFMA EB-t pedig sikerült megnyernem, szóval ha van valami ilyen számmisztika, meg ilyesmi, akkor ez bejöhet. Csapadíjós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csapadíjós Győr. A vonal túlsó végén András Miklóst, a DVTK asztali tenisz csapatának szakosztály vezetőjét köszöntöm, és most témánk itt a Csak a Diós Győr műsorában a férfi asztali tenisz, amely ugye a Diós Győr égisze alatt ebben az évben teljesítette a célkitűzést, legalábbis erről lehetett hallani. Hogyan értékeled, hogyan kezdődött ez a szezon, milyen céllal vágtatok neki ennek az idénynek, és mi lett a vége? Kívánok, én is szeretettel üdvözlök mindenkit, minden kedves rádió hallgatót. 3 csapattal vágtunk neki a bajnokságnak tavaly ősszel. Az extra ligában a legmagasabb osztályban volt egy csapatunk, NB1 keleti csapatjában, illetve az NB2-ben. A csapatoknak az volt a célkitűzése, hogy az extra ligában biztosan bennmaradjunk. Az NB1, NB2-ben is a bennmaradás volt a cél, tehát alaposan túllőttük, én úgy gondolom, mert hogy az extra ligában 5-ek lettünk, a keleti csoportban, NB1 keleti csoportjában dobogón végeztünk, 3-ak lettünk, illetve 5. lett az NB2-es csapat is. Ez egy igazán jó eredménynek számít. Ha azt nézzük, hogy az extraligában csak és kizárólag idegen légiósok voltak, a végén szállt be a Miskolci Bari Csabink, aki már veterán játékos, de hát szükségünk volt rá. A 2. csapatban, az NB1-es csapatban csak miskolciak játszanak, illetve az NB2-es csapatban is csak miskolciak. Szerintem ez egy igazán jó eredmény. Ilyen jó volt, talán még soha nem szerepelt Miskolci gárda az asztalitenész bajnokságban. Szakmai berkeken belül ezek az eredmények mit tükröznek a jelenlegi magyar férfi asztali tenisz világában? Azt tudni kell, hogy a férfiaknál, illetve a nőknél is azért a legjobbak külföldön jártak. De az extra ligában az első 4 helyezet az magasan kiemelkedik, tehát inkább azt mondom, hogy 3, a Feldömölt, a Pécs, illetve a BVSC dugló. Tehát ez egy nagy hagyományokkal rendelkező csapatokról van szó, ahol az utánpótlás is eléggé jelentős, és számolunk is vele, mint Magyar Asztalitenisz Szövetség. Az NB1-ben, így visszagondolva, a srácoknak ez a reális helye, ez a 3. hely. Én úgy gondolom, hogy ha esetleg még Kővári Balázs visszajön, akkor még előrébb tudnak végezni. Minden csak pénz kérdés, hogy meg tudjuk-e azokat az anyagiakat, elő tudjuk-e teremteni, amivel egy ütőképes csapatot tudunk létrehozni. Az NB2-es csapatnak is én úgy gondolom, hogy egy kis szerencsével feljebb tudtak volna kerülni, de az 5. hely egyáltalán nem csalódás, sőt. Utánpótlás volt nekünk a célkitűzés, az elsődleges célkitűzés, amikor megalakult az asztalitenisz szakosztály. Azt szerettük volna, hogyha minél hamarabb el tudunk kezdeni dolgozni, mert egyáltalán nem volt utánpótlás Miskolcon. Most ott tartunk, hogy van 40-50 közötti igazolt utánpótláskorú játékosunk. Ez szerintem ez az elsődleges, hogy minél több gyerek pingpongozzon, és ott utána majd abból tudjuk a csapatokat kiépíteni a miskolci játékosokból. Ez tehát a cél, az utánpótlás a miskolciaknak, ugye a beépítése ebbe a csapatba. A jövőt tekintve van-e előrelépési lehetőség ezen csapatoknak a pontvadászatokban? Én ezt ketté bontanám. Tehát az elsődleges továbblépés az elsődleges, hogy legyen egy állandó 0-24 óráig lévő termünk, amiben az összes miskolci csapat helyet tudnak kapni, tehát itt gondolok esetleg a MEAF-ra is, illetve a Miskolci Sportiskolára. Enélkül szerintem nagyon előrelépni nem tudunk. Tehát, hogyha csak 2-3 órában tudunk heti 4 alkalommal edzést tartani, az a gyerekeknek egyszerűen lemorzsolódás is nagyobb lesz, illetve az előrelépés az eléggé kötött. Tehát innentől kezdve ez az első. A második a szakmai része, ami szervesen azért összefügg az állandó teremmel. Nekünk azért nagyon nagy szerencsénk van, mert van 4-5 olyan, sőt azt mondom, hogy inkább 6-7 olyan miskolci kötődés és Miskolcon élő játékos, akik azért át tudják adni ezt a több 10 éve beléjük súlykolt szakmai tudást. Ez lenne az, ami fontos lenne, hogy ezek a játékosok ezek ne abba hagyják, hanem tényleg le tudjanak menni mindig, és bármikor tudjanak pingpongozni és az utánpótlással foglalkozni. Tehát mindenféleképpen kell egy 0-24 órás terem. Ez az, ami a
következő lépés. Hogyan értékeled gyakorlatilag a szezont? Nem volt azért annyira feszültségmentes, vagy annyira sima, de mégis jöttek az eredmények. Miben rejlik most a titok? Kérdés. Hát én abszolút pozitívan állok mindig a dolgokhoz. Az, hogy mindenki ilyen jól szerepelt, hát az extra ligás csapatnál ott volt kétszer-háromszor szerencsénk, ezt hozzá kell tenni. De hát jó csapatnak van szerencséje csak. Mondom, az első négy helyezett az magasabb fölöttünk van. Tehát ők tényleg a Final Four-ból kerültek be, hogy már az elején meg tudtuk volna mondani, hogy ez a négy csapat. Sokkal nagyobb költségvetéssel dolgoznak, azt igazolnak lényegében, akit akarnak. Ez minden a pénz körül forog sajnos. A második csapatnál én azt gondolom, hogy a játékosoknak az elhivatottsága és az, hogy Diós Győri mezben játszhatnak, az náluk nagyon sokszor pozitív erőket hozott elő, és azért tudtak ott lenni a harmadik helyen, mert piros-fehérben vannak. Ugyanezt mondhatom el a hármas csapatról és az MB2-es csapatunkról is. Tehát ők tényleg úgy érzik, hogyha felveszik a meszt, akkor ők DVTK játékosok, és ezért tenniük kell. Ha már ezt említetted, akkor erre is hadd kérdezzek rá, hogy így a DVTK égisze alatt mennyi előrelépési lehetőségetek volt, illetve lehet a jövőben? Én ezt nem győzöm hangsúlyozni, és ezt mindig el is mondom, akárhányszor megkérdeznek, hogy mi csak köszönhetünk a DVTK-nak. De amikor a Borsodvolánál megszűnt a lehetőség, akkor ők azonnal segítőkezet nyújtottak. Le kell ülnünk majd a vezetőséggel, hogyha vége lesz a futballbajnokságnak, és meg kell szabni egy olyan irányvonalat, ami már ezt a 60-70 fős gárdát is kicsit úgy irányba helyezi. Biztos, hogy lesznek olyan kényes kérdések, ami ebbe a költségvetésben nem fér velem. Itt gondolok azt, hogy extra liga vagy utánpótlás, mert a kettő ez látszik, hogy ebből a költségvetésből nem tud kijönni. Csak köszönetet tudunk mondani mindig, és mindenkor Leisinger úrnak, illetve Sánta Gergőnek, Szabó Tamásnak és Tamás Gábornak. Amikor szükség volt rájuk, mindig segítettek. A következő lépés, ugyanazt tudom csak elmondani, az, hogy legyen egy állandó termünk, ahol mindig és bármikor tudnak jönni játszani, akár más sportágak játékosai is, egy összetartással, mert a pingpong az kiegészítő sportágnak is tökéletes. Én tényleg csak megköszönni tudom a Diós Győrnek, hogy segítettek nekünk. Ha a szakosztály életét, a mérkőzéseket nézzük, akkor gyakorlatilag talán az is lehet egy jövőbeli szempont, hogy minél többen látogassanak ki egy-egy hazai találkozóra. Van-e erre vonatkozó valamiféle terv, hogy egy picit megmozgatni azon közönséget is, akik szeretik az asztali teniszt, bár igazából nem művelik? Gondoltunk erre, hogy esetleg más sportággal közösködünk, csak ez azért nehéz, mert egy speciális talajon játszunk. És ezt a mérkőzések előtt lefektetni, az több órát venne igénybe, tehát az elég nehéz úgy összehozni, mondjuk egy kosárlabda mérkőzés után lejátszunk egy meccset, és előre meg kell adnunk a helyszíneket, hogy mikor és hol játszunk. Én úgy gondolom, hogy azokat a gyerekeket és azokat a leendő pingpongos gyerekeket kell megfogni, akik valamilyen szinten kötődnek, egy kicsit is legalább valami, egy picit tudnak pingpongozni, és szeretnének többet elsajátítani. Több marketing kell, ezt most már látom, többször kell megszólalnunk, akár a DVTK hivatalos oldalán, akár különböző borsodi médiumokban, de erre látok esélyt, hogy egy kicsit több energiát fektessünk ebbe is. És akkor gondolom többen fognak kijönni. Sajnos ez nem futball, nem jégkorong, nem kosárlabda, eléggé specifikus érdeklődési körrel is bíró sportág, remélhetőleg azért többen fognak kijönni, és hát főleg, hogyha miskolci gyerekeket látnak, azért az osztálytársakat is meg fogja mozgatni. A kötelező lesz most már egy ifi, egy U21-es játékos az NB1-ben, és azt természetesen a saját alomból, saját nevelésű játékosokból akarjuk betenni majd. Nagyon jó volt hallani azt, hogy nem csak a DVTK asztali tenisz szakosztálya van a csúcson, hanem egyfajta összefogás is van a városban, a sportágon belül, ahogy említetted például a MEAV-cal is. Abszolút, tehát nagyon jó a kapcsolat az összes Miskolci Egyesülettel, Miskolci szakosztályjal, asztali tenisz szakosztályjal. Kisváros vagyunk, azt tudni kell, hogy itt pár ezer emberről beszélünk, akik asztali teniszeznek, akár hobbi szinten, akár versenyszinten. Nem lehet széthúzás, tehát egy a cél, az, hogy minél több gyerek sportoljon, minél több gyereket ismertessük ezt a gyönyörű sportágat, és hát lehetőleg minél többen igazolt versenyzők legyenek. Összességében tehát félig tele, vagy félig üres a pohár? Félig tele természetesen, félig tele. Mindig pozitívan állunk a dolgokhoz. Kis hiányosság ez a terem, ami nem is kicsi, de én úgy gondolom, hogy azért előbb vagy utóbb rá fog jönni a város vezetősége is, hogy szükség van erre egy állandó asztalizen is csarnokra, és segíteni fognak abban, hogy elinduljunk valamilyen irányba. Várossal, akár a város nélkül, de erre szükségünk van. Csak a Diós Győr!
Visszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diós Győr műsorunk, ne feledjék, napi 3x20 percben híreket, eredményeket, tudósításokat, riportokat sugároz a Piros-Fehér Klub mindennapjaiból. Tehát Diós Győri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martin Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszont hallásra, hajrá Diós Győr! Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr!